A hazai gazdaság emelkedő pályára állt, a GDP növekedés folyamatosan 2,5-3,5%-os, ami a munkahelyteremtés motorját jelenti, nyilatkozta televíziónknak a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. Hozzátette, a kormányzat legfontosabb feladata a szabad munkaerő átképzése, képzése, ami az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés növekedését eredményezheti a keleti ország részben. Ugye 2010-hez képest minden mutatója volt, tehát többen dolgoznak a megyében is, mint ahogy általában az országos adatok is javulnak. Ugye különösen 2012 második felétől látható egy látványos javulás. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ugye számos olyan programot indítottunk, ami kifejezetten az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés segíti. Munkahelyteremtő pályázatokat írtunk, és érdekes módon, vagy hál' Istennek, Borsod és Szabolcs megye volt a legaktívabb ezeknél a pályázatoknál, és azt tudom mondani, hogy több ezer új munkahely jött létre a szabolcsi mikro-kis és középvállalkozásoknál ennek a programnak a keretében, és nagyon sok munkahely megőrzéséhez is hozzájárult. Míg az ország nyugati felében Győr környékén 2%-osra tehető a munkanélküliségi ráta, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az arány 15-20% között van, és kiemelkedően magas a közfoglalkoztatottak aránya is. Ez azért jelent problémát a térségben, mert a jellemzően alacsony szakképzettségű közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci integrációja szinte reménytelen, mondta el a munkaerőpiacért és képzését felelős államtitkár, aki arra is kitért, a pályakezdők esetében viszont javult a munkaerőpiaci helyzet. Pályakezdők esetében is javult a helyzet a megyét illetően is. 25 év alatti fiataloknál ugye nemrégiben indítottuk el az ifjúsági garancia programot, és azt kell mondjam, hogy a megyei munkaügyi szervezet gyakorlatilag a legjobban teljesít az egész országban, tehát arányait tekintve sokkal több fiatal tud elhelyezni itt, mint egyébként más területeken. Comba Sándor elmondta továbbá, a területi különbségek azért jelentősek, mert korábban nehéz volt az ország keleti részébe vonzani a nagyobb vállalkozásokat. Ez a folyamat megváltozott, mivel a nyugati ország részben fogytán a munkaerő, ezért a térségünkben megtalálható munkaerő átképzésével felgyorsíthatóvá válik az álláskeresők elsődleges munkaerőpiaci elhelyezése.